A Szentágotai János Kutatóközpont minden évben számot ad az egyetemen zajló legfontosabb kutatásokról. Az Innovációs Nap idén három nagy témacsoportra volt osztható. Egyrésztről jelen voltak a MediCluster nevű szerveződés képviselői, mellyel egyetemünk nemrégiben írt alá együttműködési megállapodást. A magyar műszergyártó cégek kiállításaikkal várták az érdeklődőket. Arról, hogy mi várható a jövőben a kutatások területén, a Nemzeti Kutatási Hivatal és a Minisztérium résztvevői tartottak tájékoztatást. Harmadik pontként pedig az egyetemen zajló új, kifejezetten nagy pályázatok szakmai bemutatására került sor. Ezek közül talán legnagyobb jelentőségűnek a gyógyszerkutatási projekt mondható. A világon minden fejlett civilizált országban zajlanak gyógyszerkutatások, melyek jelentős pénzbevételt jelentenek az adott intézménynek. Ezeknek két fajtáját különíthetjük el. Körülbelül 70%-a ezeknek a megrendeléseknek gyógyszergyártól jön. Az egyetem elvégzi a magas szintű gyógyszerkipróbálást, leadja a jelentést, és ennyi. Kifizetik, tehát ez egy, hogy mondjam, egy világszintű bérmunka. De a 30%-a világszerte az olyan jellegű munka, amikor egyetemi műhely ötletéből el tud jutni valami az európai szintre, és európai nagy pályázatot lehet rá nyerni, és aztán az én egyetemi ötletemet pedig Európa 8 vagy 10 másik országában kipróbálják. Ez az út Magyarországon eddig nem volt járható. Ebben a pályázatban vállalták fel a kutatók, hogy megteremtik az európai szervezetekhez való csatlakozás, a nemzetközi vizsgálatokban való részvétel feltételeit. A közel 1 milliárd forintnyi pályázati összegből olyan klinikai eszközök beszerzése vált lehetővé, melyek elősegítik, hogy az egyetem elő tudjon jönni ilyen ötletekkel. Ennek a többek között a Pécsi Tudományegyetemen zajló fejlesztésnek köszönhetően koncepcionálisan új hatásmechanizmusú, innovatív fájdalomcsillapító készül, amely idegi eredetű, neuropátiás fájdalmakra nyújthat megoldást.